Sziasztok, kedves csoporttársaim, Vicuska vagyok. Valószínű, hogy már mindenki ismer engem. Fogadjátok szeretettel a 395-ös leckémet. Van itt egy félig kész leckém, nem készítettem még el egészen, mert szerettem volna megcsinálni még ma a leckét, tehát hasonló lesz a lecke. Na most először is vesszük a csajt, ebből veszünk mintát, mégpedig ide a mellrészéhez kattintunk, hát ez lehet világosabb is, sötétebb is, mindegy. Veszünk egy lapot 900x600-asat, leokézzük, ablak, eredeti méret. És a következő dolgot tesszük, beöntjük ezzel a színecskével. Megyünk a szűrőkre, a textúrára és a régi vászonra, beöntjük a régi vászonnal. Utána van ez a kis virágoskánk, mondjuk neki azt, hogy szerkesztés, másolás, beillesztés, jobb gombbal is működik ez, és megfordítjuk. Megfordítjuk úgy, hogy alul legyen a gyöngy, és így legyen. Ezt úgy tudnánk megcsinálni, hogy veszünk egy feketét alá, de kell is vennünk réteg új üres, veszünk egy új üres réteget, alá, és beöntjük a feketével. Na most ezt itt beállítjuk magunknak, nagyon jól figyeljétek meg, hogy ezt teljesen lehúzod. Itt nem maradhat semmiféle fekete, tehát teljesen lehúzod ide. Ez jobb is lenne, hogyha én kivágnám, de hát mindegy. Tehát egy képszerkesztőnek ezt kell tudni. Itt egy nagyon pici fekete maradhat, de nem sok. Tehát így, körülbelül így állítsátok be, és egyesítés az előző réteggel. Nagyon jól tudjuk, hogy ez a fekete miért kell. Megyünk a szűrőkre, a szűrőkön belül a Muramesterre és a Copiesre. Ezen belül a Kárcra. Hát remélem, hogy el tudom készíteni, nagyon friss nekem ez a lecke most. Most alkottam, tehát ez itt 20-as. Ez itt 100-as, ez is 100-as, ez pedig mínusz 9-es. Tehát itt ezt kaptuk. Nagyon szép dolog, remélem sikerül. Jó. És akkor a következő dolgot tesszük, megyünk a varázspálcikánkra, belekoppintunk, kivág jobb gomb, kivág. Utána, amikor ezzel elkészültünk, akkor látjuk, hogy vannak itt ilyen moszatok, vonalacskák, ezeket itt kitöröljük. Ugye az onnan nem tudjuk kitörölni ezt a fekete részt, innen. Mondjuk ezt is kitörölhetnénk egy picikét. Kitörölgethetnénk egy picit, csak ide mondjuk így nyomnánk egy. De van egy olyan, hogy határeffektus, és azzal el tudjuk intézni, nem kell megérni. Tehát majd mindjárt meglátjátok a határeffektus, azon kívül le is lehet így radírral venni, és akkor megyünk a réteg, határeffektus, ez mindenképpen nagyon fontos, a progresszív kontúra, és itt látjátok egész szépen alakul 15-ös pixel közepes, tehát a közepesben van a pipa és a 15-ös pixelbe, és ezt kaptuk. Amikor ezzel készen vagyunk, a réteget megkettőzzük, tehát megkettőz, és megkettőztük, viszintes tükrözéssel átdobjuk. Nem is kell hozzányúlni szerintem, egyesítés az előző réteggel. Egyesítjük az előző réteggel, és itt van nekünk ez a szép valami. Ezzel fogunk dolgozni. Megyünk a szűrőkre, a torzításra, a trapéz torzításra, a vízszintes tengelyre, felső torzítás 10-es teljesen a szélén van, alsó torzítás 200-as, ez is a szélén van. És kaptunk egy ilyet. Na most, amikor ezzel készen vagyunk, akkor ezt megkettőzzük, réteg megkettőz, és a megkettőzött réteg, a felső réteget, szűrők torzítás, csavarás. Csavarás jobbra és ötös intenzitás. Oké.
Amikor készen vagyunk, szabad átalakítással 50%-ra lekicsinyítjük. Oké? És ide oldalra tesszük, úgy, hogy kitöltse a teret. Itt alul ezt leradírozzuk, mert annyira nem szép. És akkor a réteget megkettőzzük, vízszintes tükrözéssel átdobjuk, és összepasszintjuk. Hát próbáljuk így lejjebb passzintani, mert amúgy is így jó lesz. Egyesítés az előző réteggel. Ezt pedig megfordítjuk, és ide húzzuk. Na most addig húzzuk, hogy ne legyen itt hézak, tehát az sokat jelent nekünk, tehát itt általában, de viszont a gyöngyök meglátszódjanak ki. Én ezt úgy tudnám elképzelni, hogy veszek egy réteg új üreset, és akkor beöntöm a feketével. Ez nem kell nekünk sokáig, itt látszik, hogy ez hogy van. Tehát most az a lényeg nekünk, hogy itt ez. Tehát itt ne legyen hézak. Tehát addig viszem felfele, hogy ez itt teljesen kitöltse a teret, és már is jó. Most már ki is törölöm a feketét, nem kell. Most addig, amíg nincs összevonva, addig kiradírozzuk ezt a tetejét. Tehát az a középső rétegen állunk, ennek a rétegén, és akkor a felső rétegen tudunk radírozni. Tehát középső rétegen állunk, felső rétegen nyugodtan masszatolhatod, nem megy ki semmi itt. Igen, tehát fogod, és akkor itt nyugodtan, de viszont van egy gond majd, mert most ugye egyesíthetjük a rétegeket, egyesítés az előző réteggel, és beállítod magadnak, de mi most látjátok, itt van. Na most ilyenkor ugye azt kell csinálni, hogy teljesen beállítod szépen, és akkor kimásod, vagyis kijelölöd magadnak, és jobb gomb másolás, vagy szerkesztés másolás. Tehát az a kettő van. Beillesztés, megnézed, hogy melyik az, amit kivágtál, a felső, az alsót kitörlöd. És akkor már is elhelyezed ide. És a következő dolgot tesszük, a réteget megkettőzzük, viszintes és függőleges tükrözéssel átdobjuk és összepasszintjuk. Ha mindent jól csináltunk, akkor a passzintásunk itt oldal sikerül, mindenhol sikerül, egyesítés az előző réteggel. Nézzük, ha mindent jól csináltunk, akkor nagyon szuper minden. Na most az előző képet megnézem magamnak, bocsánat, nem ezt akartam. Tehát ezt pontosan nem így fog ki. Hát így néz ki végül is, csak egy picit lehet, hogy nem is nagyon szuper, nagyon jó. Jól van. Tehát egy nagyon picit lehet halványítani rajta, azt akartam mondani. A halványítás abból áll, hogy mindegyiken a fényerőn is nyomunk egy pozitívat, a kontraszton is nyomunk egyet, a gamma korrekción is nyomunk egyet, és a telítettségen is nyomunk egyet. Tehát akkor már is megvagyunk. Szűrők, domborítás, mérsékelt domborítás. Szűrők, domborítás, mérsékelt domborítás. Most a következő dolgot tesszük. Amikor ezzel készen vagyunk, akkor fogod, ezt itt levágod magadnak. Tehát beállítod, most beállítjuk, tehát itt beállítottuk. Amikor beállítod, ezt itt levágod magadnak, vagyis körülbelül ugye a közepéig, jobb gomb, másolás, jobb gomb, beillesztés. És akkor itt van neked ez, ugye ez. Mondod neki szűrők, torzítás, ellipszis, és kapsz egy ilyet. Hát ezt ide is lehetne tenni, mert nagyon szép, tehát szép, de így a gyöngyös része elveszik, úgyhogy inkább ide középre tesszük úgy, hogy
itt is kilátszódjon a gyöngy, meg középet is legyen, tehát itt próbálunk középre behelyezni. A réteget megkettőzzük, egy vízszintes tükrözése átdobjuk, és itt összepasszintjuk, és látjátok, kaptunk egy ilyen szép dolgot, egyesítés az előző réteggel, és megnézzük, hogy mind a kettő középet van-e, tehát most azt csináljuk, hogy mondjuk neki azt, hogy kézi beállítások, középet, és oké, ezt is kézi beállítások, középet, és oké. És akkor már is középet van mindegyik. Mindegyiknek adunk egy kis árnyékot. Réteg, beállítások, árnyék. Hát lehet, hogy nem fog jól kinézni, nem tudom, nem biztos, hogy adunk neki. Meglátjuk. Nem szerettem az árnyékot, mert így látjátok, az a baj, hogy itt radíroztunk, mindenhol radíroztunk, és hát ugye még megnézzük, hogyha levesszük nullára, tehát nem. Tehát nem adunk neki árnyékot mégsem, már önmagában is van neki árnyék, tudjátok, az a fekete rész, amit nem tudtunk itt kiradírozni, tehát nem adunk neki, nem adunk. Viszont itt a gyöngyöcske mellett lehet, hogy ennek kéne rétegbeállítások, árnyék, nézzük ezt. Tehát ez lehet, hogy ez is ugyanúgy van, egyes, megnézzük. És ez is egyes. Nem, ez más, tehát kettes, és mondjuk neki azt, hogy mínusz. Így, egyes sugár, jó, és akkor végeredményben ez a dolgunk kész is itt középet, és most következik az a rész, végeredményben egyesíthetjük a rétegeket, most van nekünk egy tájképünk, ebből egy picit vágunk egy darabot. Tehát mondjuk neki azt, hogy próbáljátok így levágni egy ilyen téglalap alakút. Másolás és beillesztés. Ez a beillesztés, ez itt marad egy kicsit. Most megszüntetjük a kijelölést, ezt bemásoljuk, másolás, beillesztés. Beillesztés, de hova? Ide le. Most addig bezárjuk ezt a szemet, amíg ezzel nem dolgozunk, tehát ide behelyezzük ezt a tájképet. Nagyon szép kis tájkép. Hogyha úgy látjuk, hogy nagy, akkor nagyon picit szabad átalakítással lekicsinyítjük. Hát mondjuk nem nagyon kéne, mert hosszám, vízszintesen jó, csak függőlegesen nem. Hát nem tudom. Lehet, hogy réteg méretezés, de nem tudom. Talán jó lesz. És akkor ezt megkettőzzük. Réteg megkettőz, mert teszünk a másik oldalra is. Mondjuk itt lehet, hogy egy kicsit kiradírozom e fölött. Tehát igen. És a másikat is, tehát itt kiradírozom, és akkor az egyiket megfordítjuk, és ugyan ide helyezzük. Tehát fogod, ide helyezed. Próbálod azért egyformán helyezni, tehát itt láthatod, itt vannak neked dolgok, amik ezt így a széléhez rakod, tehát itt van egy csík, és már is egyforma lesz, és akkor egyesíted a két réteget, egyesítés az előző réteggel, szűrők domborítás, mérsékel domborítás. És akkor ezzel az alapocskán készen is van, de itt radíroznunk kell még, tehát itt fogod, aztán kiradírozod, mert ide kiért, szerintem ide kiért, meg itt is, tehát itt van egy olyan rész az effektünkön, ami
Átlátszik. Átlátszó dolog, és ott radírozzuk ki természetesen. Nézzétek, mert itt azért ki kellene radírozni. Tehát így. Na most a következő dolgot tesszük. Most itt alatta annyira nem látszik át, de hogyha veszünk egy réteg új háttérbeszúrást, automatikus átlátszóság, és akkor beöntjük szintén ezzel, és akkor itt a táj, ahol van, itt kiradírozzuk. Tehát ebből a felsőből, hogy ne látszódjon. Tehát, hogy ez sima legyen. Ezt a felsőt radírozzuk ki innen. Tehát nézzétek csak. Tehát csak itt radírozunk. Simán mész, radírozott, hogy ne látszódjon, ez itt sima legyen. Egy picit nagyobbra veszem a radírocskámat, hogy könnyebb legyen a dolgom meg a helyzetem. Tehát fogod, és meglátod, hogyha most meglátod. Nézzétek csak, hogy hol radíroztunk, tehát itt. Tehát radírozunk, csak itt kell, és itt, hogy sima legyen. Nézzétek, mindenhol kiradíroztuk, ez sima lett. Hogyha itt megnézed, vagy hogyha ezt becsukod, vagy nem is tudom, tehát inkább ezt csukjuk be, jó? Hogyha ezt itt becsukod, akkor látod, hogy hol radíroztál, meg még hol kell radírozni. Tehát ezt itt, ugye? Tehát itt kell radírozni. Most kinyithatod szépen. Tehát ezt itt kiradíroztuk azért, hogy a belső rész sima legyen. Most a következő dolgot tesszük. Hát először is készítünk neki keretet. Azért, hogy meglátjuk, hogy hogyan szebb, hogy rátesszük a keretre, vagy nem tesszük rá a keretre. De egy nyomunk egy RGB színkép, külső keret 40-es, és akkor varázspárcával bekopintunk a közepébe, beöntjük ezzel a krémszínűvel, és megyünk a szűrőkre, a szűrőkön belül a textúrára és a régi vászorra, igazándiból ezt kaptuk. A következő dolgot tesszük, amíg ki van jelölve, szűrők, leképezés, kontúr 3D. Kontúr 3D, lehet a jobb alsó is, mind a hármat, szűrők, leképezés, kontúr 3D. Most bal felső. Jobb alsó, bal felső. Tehát ezeket, oké, mind a négyet, leképezés, kontúr 3D. És bal alsó. Igen. Szűrők, leképezés, kontúr 3D. Bal alsó, jobb felső. Tehát mindig a szemben lévőket csináljuk. És oké, na, kaptunk egy ilyen szép kis keretet, ez körülbelül majd hasonlít már a korára. És amíg ki van jelölve, ugye ki van jelölve, lemásoljuk, másolás, és akkor beillesztés. Beillesztés, ugye itt a keretünk, beillesztettük a keretet ide, és amikor beillesztettük a keretet, akkor mondjuk neki azt, hogy szűrők, keret, 3D-s keret, és egy 4-es szélességet adjunk neki, vagy 5-öset. 5-öset is adhatunk. 4-es vagy 5-ös szélességet, igen. Na és akkor kész, egyesítjük az előző réteggel, és megkaptuk a keretünket. Na most a következő. Egyesítjük az előző réteggel. Most egyesítjük a tájat is.
Még ezt itt ugye nem tudtam el, nem, a táj az ezzel jön. Tehát egyesítés az előző rétege, a tájat egyesítjük. Most nem tudtam eldönteni, most kitegyük, vagy ne tegyük ki. Ha kitesszük, akkor meg kell nagyítani. Szabad átalakításra, hát egy tízessel, így lesz, ilyen lesz. Nem annyira rossz, nem annyira rossz. Nézzük meg, hogy mennyit változott. Tehát leokézom, és megnézem, hogy mennyit változott. Tehát itt berakom kézibeállításokkal a közepébe. Igen, hát pontosan nem a közepébe ment, mert itt látom, tehát itt be kell állítanom magamnak. Jól van, így jó lesz. Jó lesz így, jó lesz így. Szerintem rakjuk ki, és akkor most következik még egy dolog, látható. Ez a kis képecske szabad átalakítással lekicsinyítjük ezt. Hát nem olyan nagyon kicsire, hát úgy gondolom formán, mondjuk én 70%-ot veszek. Hát nem tudom, hogy ti mennyit vesztek, de én 70%-ot vettem, és akkor kijelölés, réteg kiválasztás. Veszünk egy réteg új ürest, réteg új üres. Igen, oké. És amíg a réteg kiválasztás él, ha nem, akkor a T betű mellé kattintunk, beöntjük ezzel a felső réteget, tehát alul kijelöljük a réteg kiválasztással, felül beöntjük ezzel a kis krémszínűvel, és kijelölés, összehúzás, 4-es, és nyomunk a számítógépünkön egy delete gombot. És ugye itt van a keretecskénk, mondjuk nekik szűrők leképezés, hát progresszív kontúr, vagy 3D-s kontúr. Tehát most a jobb alsót, hát nagyon nem csinál vele semmit, megmondom miért, mert szűrők leképezés, eznek a progresszív kontúr sokkal jobb. Igen, és hogyha a külsőre tesszük, akkor nem jó. Tehát nem a külsőre tesszük. Progresszív kontúrt adunk neki, hát 3-asnál kisebbet nem nagyon lehet, tehát 2-eset, és akkor itt van a keretecskénk. Na most hú-hú, megmozdítottam. Most egyesítés az előző réteget, tehát egyesítjük a keretet, utána pedig fogjuk... Lehet, hogy ez egy picit nagy lesz még, szabad átalakítani, még egy nagyon picit leveszünk róla, mert nem kellenek olyan nagyoknak lenniük. Tehát réteget megkettőzzük, és ide alárakjuk. Én úgy szerettem volna, hát jó, mindegy, ide alárakjuk, és úgy rakjuk el, hogy jó legyen. Egy pillanat, még van egy dolog, addig kitörölöm. Tehát megyek a szűrőkre, a textúrára, és a másra. Na most a háttereknél van nekem ez a gradient, majd ezt feltöltöm a csoportba, tehát hátterek, fekete 0-24, és itt mondjuk 20-as, kerekszámokkal szoktam dolgozni, az arány, hát nem tudom mennyi legyen, az arány, legyen 60, és a domborítás, a domborítás az ne legyen ilyen erős, csak 50-es legyen. Tehát 20, 60, csak nem tudtam beállítani, és 50. És akkor itt megkaptuk ezt. Na most megkettőzzük, és akkor így fogjuk.
réteget megkettőzzük, megint megkettőzzük, és próbáljuk ugyanekkora, tehát ugyanígy, ugyanekkora szélességgel, ugyanígy. Talán jó lesz, talán jó. Nézzük ezt a távolságot itt, és akkor egyesítjük a rétegeket. Egyesítés az előző réteggel, és most ugye én ide alá szerettem volna tenni, de nem sikerült. Mivel alá szerettem volna tenni, nem sikerült, de lehet, hogy nektek most sikerülni fog. Én most itt le fogom radírozni, hogy ez itt alá menjen. Nem nagy ördöngőség, fogod aztán ilyen nagy radírt nyomogatsz, és már is készen vagy, tehát nem nagy ördöngőség. Nem. És akkor ez így lesz, tehát még egyszer megpróbálom, mondjuk egy kisebb radírral, talán így jó lesz. Jó, tehát a képet kellett radírozni, jó, talán most már jó lesz még. Lehet, hogy nagyot is radíroztam. Ezt úgy tudnánk megnézni, hogyha becsuknánk. Nem. Nagyon jó is lett szerintem. Nem radíroztam nagyot, tehát ezt így rakjuk alá, jó? És akkor ennek a dísze azért nem ez lesz. Megnézzük, hogy hol van a virágocskánk. Tehát pillanat, itt eltüntetem ezeket a dolgokat, amik már nem kellenek, mert nincs rá szükség. Másolás, és akkor ide felvesszük, beillesztés. A virágot beillesztjük ide, ahova éppen kell. Ide, tehát nem tesszük ki teljesen, mert már az túl gicses lenne. Így félig meddig berakjuk ide. És a másik oldalra is úgy csináljuk meg, hogy teszünk a réteget. Megkettőzzük, és a másik oldalra átfordítjuk. Nem tudom, hogy lenne jobb. Megnézhetjük tehát, hogy melyik fele lenne jobb, de szerintem így jó volt, ahogy csináltam. Nem tudom, esetleg billenthetünk is rajta. Na most ide behelyezzük szépen. Szépen úgy helyezzük be, hogy az alsóból is lássunk egy picikét, meg a felsőből is. És akkor itt meg, ugye általában ennek a nagysága az körülbelül ennyi. Itt rakjuk be. Itt. Így. És akkor itt is körülbelül így. És akkor itt a képek alá helyezzük természetesen. És akkor még egy valami. Na most itt a virágnak szintén nem szeretnék adni. Egyesítem az előző réteggel a virágokat. A szűrők konvolúción filterszel adunk neki egy kis. Itt is van, beállítjuk. Az ICNET Software Filter Unlimited 2 konvolúción filterz. És itt a, tudjátok, a 200-as szoktam alkalmazni, és április nagyon szép is lett. És akkor adhatunk neki egy kis domborítást, meg egy kis szűrőkélesítés mikrokontraszt 12-vel, és oké, és nagyon szép is lett. Na most ennek is adhatunk az alsónak még egy kis domborítás, szűrők domborítás, mérsékel domborítás, mert még nem adtunk a tájnak sem, és így egyúttal mindegyiknek adhatunk még egy kis mérsékel domborítást, és nagyon szép lesz. Hát azt nem tudom, hogy ennek a képnek adjunk-e. Már adtunk egyszer egy domborítást neki alapból. Hát inkább nem adnék neki most. Tehát alapból adtunk neki egy kis domborítást, igazándiból most majdnem készen vagyunk, egyesítjük a rétegeket fentről lefelé,
vagyis mindegy, hogy egyesítjük, tehát egyesíteni fogjuk a rétegeket, és utána, nem tudom, tehát nem olyan lett a képecskénk, nem olyan lett, nem teljesen más, de nem olyan, mégsem, talán még most ez szebb is, akárhányat csinálok, annyi fajta lesz, beillesztés, a csajt beillesztjük. Na most, hogy látszódjon ez a szép kis motívumunk, a csajt vagy ide a képekhez tegyük, és akkor itt a, nem is kellett volna leradírozni. Ja, egy kicsit megnagyítjuk szegénykét. Tízzel nagyíthatjuk nyugodtan. És akkor itt a könyöke, mondjuk itt lesz rajta ezen a képen, és akkor látszik itt ez a szép díszecske. Egyesítjük az előző réteget, de előtte adunk neki árnyékot, ennek adunk egy kicsit. Ez 20-as lesz mindenképpen, és 3-as. Oké. Egyesítés az előző réteggel, és most már csak a vicuska tutoriál hiányzik. A vicuska tutoriál, amit szintén, tehát egy sötét, ebből vegyünk egy sötétebbet, vagy ennek a sötét részéből, hát nem tudom. Mindegy, akár melyikből vehetünk innen is, mondjuk, vagy ennek a sötét részéből, sokat nem akarok vele szórakozni, tehát a vicuska tutoriál, itt van egy barna, jó sötét, de ezt nagyon sötétellem azért. Tehát írjuk, hogy vicuska tutoriál. Az az igazság, hogy most, tehát felelevenítjük a régebben tanult dolgokat. Most itt a feliratot ugye látjuk. Tehát itt van a színünk, azt lehúzzuk, és ezt a, mindjárt mutatom, ezt a színt kapjuk. Hogyha ezt itt lehúzzuk, ezt lehúzzuk, akkor ezt a színt kapjuk. Itt egy picit én megsötétítettem, és akkor a méret az nem érdekes, a hatásoknál van egy kis dolog, ami nagyon szép betűt eredményez, mégpedig az árnyékba tegyünk pipát, mínusz egy-kettő, fekete, és a körvonalba tegyünk egy pipát. Az átlátszatlanság is fontos, a százas, és mondjuk neki, hogy oké. Nézzétek meg, milyen gyönyörű feliratot kaptunk. Tehát ez is olyankor elféle. Nagyon szép lett. Azt viszont nem tudom még, hogy hova fogom elhelyezni. Picit konvertál szöveget képrétegbe, és a szabad átalakítással lekicsinyítem, valószínű. Nézzétek meg, hogy milyen szép lett. Nagyon szép lett. Igen, és akkor réteget megkettőzzük magamnak, és akkor ide rakom ezt meg. Hát igen, tehát majd legközelebb még tanulni fogunk egy olyat, a klónozásról, amit még nem tanultunk. Tehát egyesítés az előző réteggel. Hát, el is készültünk a leckével, sokkal szebb, mint az előző képecském volt. Szerintem sokkal szebb. Remélem nektek is tetszik. További szép napot, és jó munkát kívánok nektek. Sziasztok!